A most kialakult helyzetben a diákoknak és a tanároknak is az iskolai oktatást távoktatásban kell megoldaniuk. Egy háromgyermekes anyukát kérdezünk arról, hogy ők hogyan osztják be az időt, és hogyan oldják meg az otthontanulást. Van három gyerkőcöd különböző életkorból, hogyan oldjátok meg ezt a távoktatást? Igen, három gyerekünk van, ebből egyetlen egy, akinek meg kell oldanunk a távoktatást, ő harmadik osztályos, de hát nagyon jól alkalmazkodtunk a helyzethez. Mondjuk egy elég online család vagyunk, az is kellett hozzá, hogy ez így legyen, de a gyerek is nagyon hamar megszokta, és nagyon-nagyon jól alkalmazkodik a helyzethez. Furcsa neki, de tud alkalmazkodni hozzá. Milyen felületen oldják meg az oktatók azt, hogy kommunikáljanak a fiatalokkal? Hát többféle ilyen online platform is van, főleg a közösségi oldalak, ugye van az osztálynak csoportja, de a Kréta rendszerben, ugye, ami az iskolának a közös rendszere, és e-mailben is küldenek a tanárnénik nagyon érdekes feladatokat, játékos feladatokat, amik a gyerekeknek ilyen nagy kaland végül is, mert újdonság neki. És hogyan oldjátok meg családon belül azt, hogy oda tudjatok figyelni rá, hogy ez működjön? Nekünk ez azért könnyű, mert mi a hétköznapokban is nagyon odafigyelünk a gyerekekre, de most még jobban úgymond kell, hogy odafigyeljünk rájuk, mert nem szabad érezni a gyereknek, hogy ez neki tavaszi szünet vagy nyári szünet, ugyanúgy föl kell reggel, ahogy mintha iskolába menne, csak most a szobája az iskola. És odaül a gép elé, megnézi, hogy mit küldött a tanárnéni. Vagy az egyik tanárnéni, vagy a másik tanárnéni, és nekiáll a feladatoknak. És meg tudjátok így oldani, hogy ugye otthon van a kisebb gyermek is, tehát hogy vele is kell foglalkozni? Igen, igen, mindenképp. Tehát vagyunk rá ketten, én azt mondom, anya meg apa, és azért vagyunk, hogy ezt a helyzetet oldjuk. Ha most az élet ezt így hozta, akkor nekünk ezt meg kell oldanunk. Azért, hogy a gyerekeink egészségesek legyenek, meg mi is. Tehát felváltva csináljuk a férjemmel, hol ő tanul vele, hol én tanulok, és akkor utána küldjük a tanárnéniknek, kommunikálunk, tehát nagyon jól működik. És hogyan kommunikáltátok ezt le, vagy hogyan mondtátok a gyereknek azt, hogy mi ez a helyzet? Mi leültünk és megbeszéltük ezt a helyzetet, mert hát ugye ő is csak hallja a tévét, vagy az interneten ugye olvas egy-két dolgot erről, és mondtuk el, miért magyaráztuk neki, hogy ez micsoda, miért kell itthon maradni, miért nem mehet a mamához, és miért kell itthon tanulni, ne legyen közösségben most, de tudja tartani a barátaival kapcsolatot online, és hát úgy látom, hiányzik is neki. Örülök neki, hogy ezt így meg tudjátok oldani, és köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre. Sok sikert a továbbiakban is. Sziasztok! Szia.